Ciao gyerekek, köszöntök mindenkit Kínából. Azért érkeztünk ebbe a szuper izgalmas országba, hogy mindent felzabáljuk. Első állomásunk Peking lesz, és nagyon-nagyon jó helyeket találtam a fiúknak, és megmutatom nekik az igazi, autentikus pekingi kajákat. Én pedig több mint 10 000 kilométert tettem meg, hogy olyan ételeket mutassak meg, ami nekem is újdonság. Peking a Kínai Népköztársaság fővárosa, brutálisan nagy. A népessége, most kapaszkodjál meg, 22 millió fő. Ennek megfelelően a rengeteg emberre iszonyat mennyiségű beülős, kiülős, lesétálós, felmászós hely jut. Az egész egy olyan tömény gasztronómiai élmény, olyan nagy a nyüzsgés, hogy ember legyen a talpán, akit belevág a felzabálásba. Sok híres szülöttje van a városnak, de egy közülük különösen fontos a szívünknek. Innen származik Mengi, aki így abszolút bennfentes idegenvezetőnk lesz. Na nyomassuk! Kettő kapu, ez a Xianyukó, ez a friss hal bejárat. Friss hal bejárat. Igen, régen innen hozzá. Menjünk be a friss hal bejáraton? Ami most egy kaja utca. Ja, még szóval, jó, menjünk be. Menjünk. Annyi, hogy brutál meleg van, sapi, de egyébként ami még nagyobb okosság, itt figyelem, hogy esernyővel mászkálnak az emberek, bebugyolálva, így kell védekezni. 35 fok van, de hát a Menginek is mennyire jó ez a kis kalap. Hogy a mellékelt ábra. Na jó, menjünk Kaja utca. Itt vagyunk egy batyus helyen, az a neve, hogy Dui Chu. Dui Chu? Aha. Dui Chu. Azt jelenti, hogy ez a egyedüli hely, mert régen nem volt ennyi kajárda, és akkor ez most... Ez a kajárda a batyunak. Tehát ezek a batyuk a tipikus ételek, gőzölnik, bambuszgőzölőben készítik, kézműves batyukról beszélünk. Nagyon sokszor inkább meleg reggeli van Pekingben, vagy Kínában, és akkor vannak a gőzölt batyuk, egy kis máj, egy kis pacal, az is nagyon jó. Nekem a pacal reggelire az még olyan, hogy ne az első nap, nem? De aztán nyomhatjuk, csak ne az első nap, még hagyj álljak jó, át. Jó, jó. Ez brutálisan néz ki. Erről híres ez a bort. Hihetetlen. Fújjon! Itt lehet kiabálni. Igen? Igen. És mit kell kiabálni? Fújjon, az a felszolgáló. Fújja. Igen, fújjon. 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 Igen? Fújjon. Fújjon. Akkor egy ilyen por, új hagymás sertéses, a csúrót átszomda, leíg a szihuarda. Ez máj. Az máj, aha, az jó. Ez is nagyon tipikus reggeli. Tényleg? Nagyon, nagyon. Ilyen picit fokhagymás. Én bevállalok egy ilyen májat, egy kis batyúval, simán, azért. Ha, megjött a máj. Természetesen jó sok keményítővel van besűrítve, fokhagymát lehet érezni. És ezt hogy eszik egyébként, meg egy ilyet? Ezt csak így megeszed? Aha. Tényleg? Igen. Mint egy ilyenest? Aha, igen. Jó, de én megvárom hozzám most már akkor. Igen. Én sem fogom jól, amúgy. Nem? Elméletileg ugye ez a három új, meg ez a rész, ez a tartás a biztosítja. És akkor a fönti kettő új, meg a mozgás. Annak is megvan a munkája. Igen. Jaj, de jól néz ki. Paszta minden is. Csészi széhard, jó. Ez a rákos. Rákos. Ez a sertéshúsos. Sertéshúsos. Adtak is hozzá egy ilyen kis fekete rizsecet. Nem, fekete rizsecet és chili. Én azt láttam ki, hogy én rálapátolok ebből a chili olajból, az szabályos. Az jó. Teszel rá nekem egy kis chili? Persze. Chili, figyelj. Bőven lehet, ugatam. Szuper. Ha
Hát a batyú amúgy a legegyszerűbb, mert ha kell, akkor bele is szúrhatod a fecket. Igen? Persze. Nézd, itt csak így csak stabilabb. Szabályos. Szabályosan akarok eljárni batyúval. Igazából, ami nagyon, nagyon brutál, hogy rengeteg a hús, és egy nagyon-nagyon vékony kis tészta hátja a cikörbe tulajdonképpen. Igen. És nagyon szaftos, utána szaftos a törpelék. És amihez már hozzászoktunk, ugye a teljesen zárt batyú, ha megfigyelitek, ezek nyitott batyúk. A közepe teljesen nyitva igen, van, a... nyitva marad, és akkor így van kigőzölve. És ez, hogy egy kis csipkés a teteje, ez annyira igen. Szép rajta van ez ki. Ez egy vega. Zöldséges. Az van, hogy a Mengi sem érti, hogy mi ez. Most elcsíptem. Akcentusra beszélsz. De mi van benne? Na, van benne tojás, ilyen rántotta, meg van rizs üvegtészta, és egy kong zöldség. Ez egy kínai zöldség, ami Magyarországon nem lehet kapni, szóval nem tudom. De ez a zöld? Az zöld. Szóval ez egy vegetáriánus verzió. Itt is az van, hogy rengeteg a töltelék, vékony a tészta, nagyon szaftos, tojásdarabkák, meg a kong nevű zöldség. Igen. Féle? Na meg még kikértük ezt a kis reggeli májat, azért azt se felejtsük el. Most én ezt nem fogom persze megenni reggelire, ez egyértelmű. Jó, megkóstolom én is. Egy ilyen keményítős, kicsit ilyen szecsuáni borsos, fűszeres szósz, meg egy ilyen nagyon, nagyon lágy máj. Elég intenzív máj íze van egyébként. Na, nagyon fokhagymás. És brutál fokhagymás. Ilyet ettem kiskoromban. Na, de milyen? Ez a legklasszikusabb. Galagonya szerintem. Galagonya. Savanykás. És ez miben van belemártva? Ez cukor? Cukor, szintiszta cukor. Jó, egy cukros galagonya, persze. Hát végülis miért ne egyszer élünk? Az egészet nem fogom megenni. Igen. Figyelj, figyelj. Halám. Ugye, hogy finom? Esküszöm, jó, mert... Ez a galagonya, ez egy ilyen savanykás kis alma, almácska. Az van rendesen egy ilyen roppanós, nem túl vastag cukorra bemártva. Ilyen a tiéd, átadom, édesapám. Te húzom inkább. Ó, ez ilyen kemény? Aha. Azt a lényeg. Na jó egyébként. Melyiket választod? Még választom, amit kell, komolyan. Nekem jó lesz az. Igen, köszönöm. Hát, gyakorlásra. Kérsz, csípős és kömény. Persze, jöhet. De a dokai? Na, amikor kijöttünk Kínába, én már tudtam, hogy azért nem lesz ez fenékig tejfel. Ez is egy meló, amit valakinek el kell végezni, és ez most én leszek. Miről beszélgetünk, amit láttok a háttérben? Tojás, teljesen normális tyúk tojás. A probléma az az, hogy már elkezdődött benne kifejlődni a csirke embrió, és itt ez a hely, ez erről szól, ugyanis ezt a városban itt készítik a legjobban, úgyhogy természetesen meg fogjuk kóstolni. Hát, hogyha szétszedjük, akkor lehet látni, hogy tulajdonképpen itt a sárgája, meg a fehérje, az kezd a madárra átalakulni. Bármennyire is perverz, amit mondok, de ha belegondolok, ez normális, nem? Sőt, én itt azt hallottam, hogy ez 13 napos korában 13 napos. El. Kértem rá azért fűszer, csilit meg valami köményt mondott a Mengi talán. Na nézzük! Húsíze van, vagy tojás? Ugye azt szokták mondani, hogy ha valami olyat kóstolsz, amit egyébként nem kóstoltál előtte, akkor mindig mi van? Hát, hogy olyan, mint a csirke. Igen. Na ez is olyan. Egyébként esküszöm, az van, kóstold meg apu, ha nem akarod. Nézzétek a fejét az apunak, figyelj!
Akarod? Akarod, persze, Kínában vagy. Az a durva, hogy tényleg jó az a csőre, az azért olyan kemény. Ez a feje lesz, ott a szeme, esküszöm. Nem, tényleg, de ott nem, nem az egy szezám van. Azt mondták, és tudjál róla te is, hogyha ezt valaki megeszi, a 13 napos tojást, úgy hívják, hogy szőrös tojás, és nagyon jót tesz a férfiasságnak. Jó, oké, nyomjad. Nem megy. Nem. Semmi baj, csirke. Akkor itt vágás. Egy kicsit csirke ízű, és kicsit tojás sárgája ízű. Ja, meg olyan, mintha egy párnát ennék. Igen. Jézus Mária. Jó, tudok enni jobb kaját egyébként, nem? Van, igen, van, azért? van, jó, ezt szeressük. Oké. Sziasztok! Nyilván veletek is volt már olyan, hogy bekajáltatok valahol nagyon, mentetek át egy másik helyre, hogy bekajáljatok nagyon, de félúton megijesztetek, mert velünk is pont ez történt. Újabb okosság, figyelj ide! Ez azt a nevet adtam neki, hogy rák szőröstű, bőröstű, mert hogy úgy, hogy van, a rák föl van darabolva durván bárdal, megsütve olajba, kiborítva, befűszerezve jó laposan, belepakolva ebbe a kis papírba, és akkor így, ahogy van, nézd meg, itt van a kis pici ollója, farka, lábai. Nagyon jó rokon. Olyan szinten meg van sütve. Ez nagyon finom lesz. Na ez brutál, gyerekek, komolyan mondom, hogy a maga a rákpáncél van, omlósra, ropogósra süt le. Tényleg jó. Jó, nem? Igen. De ez jobb, mint a majdnem tikelt szőrös tojás. Az volt, az finom. 鲜鲍肚闻到烤肉香神仙椰香肠是一串香羊串隔壁小孩都馋不惯爆肚香爆肚脆尝吃爆肚五百岁 Tudjatok róla, hogy most egy olyan ételt fogok rendelni, amiről mindenki azt gondolja, hogy én soha nem enném meg. Erről van szó. És ez pedig egy tintahal. De az az érdekessége, hogy ez a tintahal egy mintahal. Ez azért van kitéve, hogy elcsábuljunk, mert nagyon-nagyon jól néz ki, de én megrendeltem az enyémet, és meg fogják sütni, majd bekenik egy ilyen nagyon-nagyon fűszeres mázzal. Nézzétek! Így néz ki az eredeti tintahal, vaslapon sütve és egy ilyen fűszeres mártással megkenve. Kóstolom. Egyetem szereti a tintahalat? Hoppá! Ez sokkal jobb, mint gondoltam. Komolyan mondom. Nem meglepően, hát Pekingben vagyunk, akkor elhoztam a többieket mindenképp a pekingi kacsás helyre. 80 percig sütik a kacsát, ami nyersen kerül be a kemencébe. Látni, hogy ilyen jó lobogó tűzön sütik. Fontos az is, hogy milyen fát használnak a kemencébe, mert ettől lesz nagyon zamatos az egész. Előételnek érkezett egy kis friss licsi, természetesen jégágyon. Igen, jól esik a nagy melegben. Kis tányérka, meg be lehet pucolni. Szépen, mint egy főtt tojás tulajdonképpen az ember megpucolja. Egy ilyen nagyon izgalmas íze van egy ilyen licsinek. Ilyen kicsit ilyen kocsonyás, zselés állag, középen egy nagy manggal. Lédús, brutál, jéghideg. Mondta, hogy ez egy kacsa előtt kell. 您这是必须得特单独学，是不是？这片鸭子也是一个一种手法，是不是？对。啊，külön tanulják, ugye
külön tanulják a szeletelési metódusokat, és nagyon fontos, hogy tálalásnál legalján majd, ugye külön tálalják a kacsabőrt, majd mindjárt megmutatom, hogy hogyan esszük ezt, és a kacsahúsnál fontos, hogy úgy tálalják, hogy 6 szelet van az alján, 12-14 szelet a tetején, és kacsabőrrel fejezik be. Zalabá! Csirgóval a kencés! Mondta, hogy biztos éhesek vagytok, azt mondja, nem, mi már ettünk. Egy palacsintát veszünk ki, beletesszük a tányérba. Aha. 2-3 szelet kacsahússal, belemártva. Igen. Édes liszt paszta szószba. Egy kis póréhagyma, 3-5 szál. Lentről csomagoljuk először, balról jobbra, jobbról balra. Az ajándékba kapjuk, és akkor vége a bemutatónak, és nagyon köszönjük. Köszönjük a figyelmet. És ezt már kézzel eszünk, kézzel nyugodtan lehet enni. És alapvetően amúgy a mi családunkban mi az uborkát is beletekerjük a hagyományos módszerbe, de a galagonya zselé és az uborka arra van, hogy a kettő étel között kicsit felfrissíted az ízeket. Szóval a kacsabőr, nem tudom, hallottátok-e, a kacsa mellrésznek a legjobb bőr ropogósa. És akkor ez kell egy kicsit a... És a cukorba vártjuk bele, és ugye? És meglepően finom. Nem gondolnád, de nagyon-nagyon jó. És sima kristálycukor ráadásul. Sima kristálycukor, belemártod, és ugye zsíros, roppanós, ugye? Nagyon jó. Nagyon különleges. De ez is nagyon finom. Finom? Hát olyan különleges íze van ennek a sülbőrnek, hogy csodás. Igen. Nyilván az egész fatüzelésű kemence, meg az egész törődés, az mind hozzájárul. Igen. Ja, van egy kis fermentált retek. Igen. Ja, most az új trendű teszed? Hát, igen. Vagy, ja, vagy feltalálsz egy zéféle. Hát az zéféle. Fokhagymával mindenképpen meg kell kenni, szerintem. De én rakok bele egy uborkát is. Na. Igen. És akkor, ahogy láttuk, először ráhajtom. Igen. Aztán oldalról, és aztán a másik oldal. Azaz! Szóval jól csinálok. Egész jó. Hát azért, mert aki már csinált életében takót vagy burítót, az ezt is el tudja csinálni. Pekingben maradt még nagyon sok ilyen sikátor, aminek Hutong a neve. Hutong? Hutong, igen. Az a sikátor. Jó, igen. Tanulok szépen. Igen, igen. Hűvösebb van, nyugi van. Igen, és képzeld el, hogy ebben a Hutongban, ami Menkuan ajtókeret, Hutong az a neve, és van egy nagyon nagy különlegesség, ami a kiskoromban az egyik kedvencem. De még nem árulom. És lehet kapni? Igen, még nem mondom el mi, azt nézzük akkor meg. Akkor csekkoljuk. Ne lepődj meg, de óvis koromban ettem ilyet. De édesapám, mi az, kenyérszelet, úszkálat? Igen, igen, ez a legbarátságosabb része ennek a kajának. Ez egy bing kenyér, sima ilyen lisztes víz alapú, de van mellette egy kis sertésbél. Sertésbél, aha, azt kiszúrtam, igen, jó, van oké. Tüdő, vese. És ez az egész össze van főzve egy ilyen brutális levesnek, igen, mi? Igen, igen. És iszonyatosan híres itt ennek a boltnak a Lu Chu Huosha, ez a neve a kajának. Jó, oké, kocsoljuk meg. De a leves is nagyon jó fűszerezés, és többször használják fel, újra-újra főzik, aha, és nagyon zamatos ezáltal. Kire. Ezzel látszik, hogy azért ez cuccos. Mm. Érzed, hogy nagyon... Hú, nagyon mély. Majdnem olyan, mint egy ilyen felhigított mártás, tehát annyira ízgazdag. Aha. Itt vannak a kenyerek.
Aha. Ő főszívja a levet, ugye ennek az a, fő, az a szerepe. Ez csak így az emberi rákcsához egy kis kenyeret, meg egy kis belet, és akkor ennyi? Hát van mellett egy kis tüdő is, Jó, meg egy kis tofu is, sült tofu is amúgy. Megmondom őszintén, nekem a bél az, ami így megijeszt, tehát az, ami... Én bevállalom helyetted a belet. Nem, én bevállalom, mert a félig kikelt tojás után már nekem egyébként teljesen mindegy. Ami egyébként nagyon ízletes. És mennyire szaftos, nem? Tehát, hogy az embernek egy kicsit el kell vonatkoztatnia, mert hogyha ezt így mondom, hogy ahogy ráharaptál a bérre, akkor érzed, hogy így a szaft így árad ki belőle, de valójában meg ez történik, és valójában meg finom, tényleg jó. Azt a mindenit. Ez a nyers fokhagyma, meg a kis koriander, így befrissíti az egészet. Most már megérted, miért tett nekem óvival? Nagyon, nagyon. Na, de és akkor ovis volt, akkor te eljöttél ide, és egy ekkora ilyet, mert vagy ebből van ovis adag? Apumban oszottam, ja, jó, okay, úgy, okay. Nyakába vett, és akkor egy ilyet megettünk. És ide, konkrétan erre a helyre jártatok el. Igen. Ez az első üzlet. Ja, mert azt mondtad, hogy ez most már egy ilyen elterjedt a városban, van 20 üzlet. Most már Hanpekingben. Döbbenet. És mindenhol ugyanezt csinálják. Igen. Hihetetlen. Van a várakozó rész, választhatok egy helyet. De várjál, már ide ki is van rarakva ilyen kis snack, mi? Aha, igen. Figyelj. Itt ilyenkor ingyen lehet fogyasztani mindenféle kis megy a film. Kis aha. Tehát így bemutatja ugye az egész helyet, hogy mi a különlegessége az egésznek. És ez így néz ki majd tényleg? Aha, igen. Kérünk majd ilyen tésztát is, meg ugye nagyon robotizálva van az egész. Ez a brand alapvetően nem erről szól, hanem a szolgáltatásáról híres. Egy hotpotos helyről beszélünk. Viszont azért választottam ezt a helyet, mert hogy annyira modernizálták a szolgáltatást, és ott írják, hogy ilyen 1000 ember, 1000 féle íz, és bármit teljesítenek. Hoppá! Na itt vannak a robotok, amik összerakják a kajámat. Várjál? Állj oda! Csinálok róla egy fénykép, vagy egy robot. Aha, figyelj! Ma esti szakácsod. Ugye a szakácsod. Igen, mosolyogjatok. Éhesek vagytok már? Igen, nagyon kíváncsi, borzasztóan kíváncsi. Mindjárt inkább kíváncsi, mint éhes. Jó. Ugye hotpotos étterem, és mivel a jövőben vagyunk, itt rendeljük egyébként meg a kajákat. Én nem tudnék, sajnos, mert... Hát azért vizualizálva van. Na, igen. És hotpot alapból lehet egy alaplevet kérni, lehet kettőt, és lehet négyet is. És akkor négyféle alaplevből szerintem is. Persze, ezt kóstoljuk meg. Meg itt lehet kikérni különbözőeket, hogy vannak ugye belsőségek szokás szerint, mint van báránykús, az egyik fő, és különböző tofu, főnytek, zöldségfajták. És akkor itt egyszerűen az érintő képernyőbe x-elgetem, hogy miket szeretnénk hozzá, és kész. És a robotok meg előkészítik. Előkészítik és kihozzák. Igen. Húsokat látod, hogy azért nem csak bárányhúsról beszélünk, hanem különböző részei a báránynak, meg különböző sztékek, így márványosság szerint, különböző árkategóriában. És azt mondtam a felszolgálónak, hogy kicsit magányos vagyok, és ilyenkor hoznak egy ilyen kis meglepetést nekem. Na, erre kíváncsi leszek, hogy ezt hogy oldják meg ezt a problémát. Hogy lesz a meglepetés? Elfogyott az a nagy baba, de hoztak egy ajándékot nekem. Na és mit kaptál? Ezt kaptad azért, mert hogy magányos vagy? Igen. Látod, három éves kor fölött lehet játszani. Igen, fulladást akarszat, tudod, nem szabad vele játszani. És mit kaptál? Kaptam egy kis játék retket. Ez komoly. És nézd, figyelj, várjál. Száguldozó retek? Igen. Ez komoly. És akkor most már nem vagy magányos, ugye? Igen. Már küldöm neked a kis retket.
egy alaplevünk van, de az egyik csak sima víz, mert kicsit trükközni fogok vele. A trükk pedig az, hogy azzal tudunk egy picit spórolni, hogy a sima vízes alapléhez keverünk mi magunk egy hotpotos alaplevet. Egy ilyen közepesen csípős alaplevet fogok keverni, pici szárított marhahús, egy kis mogyoró, tört mogyoró, szárított csili, abból lehet nagyon kettő púpos kanál. Ez egy Street Kitchen recept videó. Kettő kanál fokhagyma, madárszem csili, kettő kanál, szezámolaj, kettő kanál, szecsuáni bors, pici cukor és só, és még keresek egy ilyen fermentált, bab pasztát, és még egy kis csili olajat azért teszek. Az is, amikor elmondom, hogy ez az asztal nem a spórolásra van, hanem azért van, hogy mártogatós kikeverjük magunknak a hotpothoz. Most ki fogok keverni egy fokhagymás szezámolajat és egy szezámmagos szósz Lajosnak és Zének. Kevertem kettő szósz nektek. Az egyik ez a tipikus szezámmag szósz, amit a hotpothoz majd belemártogatjuk, és majd ide lehet mártogatni. Ez pedig Szecsuánban szokták, hogy szezámolaj alapú, nagyon fokhagymás, és itt van az én kiskapu. És ez megy oda a forró. Nagyon csípős lett, mi látom. Nem, rajta. Ez közepesen csípős. Ez nincs csili. Igen. Állj, mielőtt elkezdenétek enni. Én kaptam a felszolgálóktól ilyen kötényt, hogy osszam szét, ja, hogy ne együtt a magukat. Hát mondjuk nekem nem árt, mert köszönöm. Úgyis csak lehetnéd magad. Igen. Na, elég csinos szerintem. Na, én szerintem teljesen készen állunk a zabálásra. Igen. A felzabálásra. Mehet? Mehet. 3, 2, 1, tessék! Indulás! Azért ez a szósz, ez csíp. Nagyon kemény. Pedig bírod a csípősen, nem? Igen, nagyon kemény. Ezt viszont. És ráadásul úgy, hogy ilyen tofut raktam bele, megszívta magát ezzel a csípős szósszal, és leégette a torkomat, meg az egész fejemet. Ez egy ilyen kínai nyújtott tészta, és ezzel a módszerrel egyre hosszabb lesz a tészta, és egy szál tésztát kapunk majd a levesbe kifőzve. Azt a mindenit. Fambuláneba? Most nem a csípősbe rakom. Jó. Ha, 2 perc és kész. Egyszer nem fogjátok elhinni, az történt, hogy én készítem a kis vacsorámat magamnak, majd megjelent egy hölgy, hogy ajándékként bevinnének engem egy manikűrbe, hogyha én elfogadom. Hát egyszerűen érdekel, hogy mi fog velem történni, úgyhogy természetesen elfogadtam. Most megyünk a manikűrbe, így vacsora közben. Hova megyünk? Ezt nem hiszem el. Hova visznek szerinted? Lehet, hogy még lakkot is választatok? Egyébként az igazság, hogy készültem már manikűrbe. Nem, mintha magamnak nem tudnám levágni, de ez a törődés, amit ilyenkor kap az ember, az szuper jó, és hogy ezt én most pont itt kapom meg, hát döbbenetes. Egyébként annyi minden történt már itt a vacsora közben velünk, hogy nem tudom feldolgozni. Ez nagyon finom. Egyébként én teljesen le vagyok nyűgözve. Egész nap, főleg ezen a helyen azt tapasztaljuk, hogy a szép étterem, a nagyon finom ételek mellett nem is tudják a vendéglátóink, hogy kényeztessenek bennünket, és ők ezt találták ki, és csodálatos, komolyan mondom, megyek vissza vacsorázni. Hello, hagytatok nekem a vacsiból? Az az igazság, hogy meg kell, hogy etessetek engem most. De miért most egy napig nem vetted le? Nem, 10 percig kaptam egy manikűrt, lereszelték a körmeimet,
koptatták a bőrömet. De te mondtad, hogy magányosnak érted magad? Nem. Hogy miért engem választottak, nem tudom, de nagyon-nagyon szuper volt. Nagyon, és nagyon aranyos. Tényleg? Nagyon. De mi, és most azt mondták, hogy 10 percig? 10 percig, eddig egy ilyen pakolás beszívódik a kezemen, és nagyon szép puha kezem lesz. Jó, azt a törődnek az emberek, komolyan mondom. Elhatároztam, hogy most reggel először körbenézek a piacon, hogy mit lehet kapni, és utána választok, 5 métert mentünk. Igen. De ezt nézzétek meg, ez nagyon brutál, nagyon-nagyon jól néz ki. A csávó azt nyomja, de aztán Mengi persze, te majd mondom, hogy miért, mert én nem tudom, én csak azt tudom elmondani, hogy mit látok. Van egy ilyen speckó, ilyen henger alakú tészta, amit kilapogatott az asztalon, egy ilyen kis fa sodró fával, vagy nyújtófával kinyújtja, jó nagy adag darált hús, kis újhagyma, pici tojás, fűszerek, az egészen nagyon ügyesen föl van tekerve, és aztán ez a kis tekercs, aztán később ki van lapítva, és hátul meg van sütve. Én ezzel kezdem a napot. Apu, neked jöhet egy? Ez nagyon jó reggelinek, amúgy ez is egy nagyon régi recept alapján, Tang dinasztiából, amúgy marhahúsos töltelék. És látod, az nem is tojás, hanem az egy zsír és olaj keverékkel, mert egy nagyon ropogós lesz a tésztája. Jaj, ilyen tojássága elmeteztem, ha nagyon jól néz ki. De nagyon finom, vegyünk is néhányat okay, szerintem. Nyomjuk. Meg is vagyunk, vigyázzatok, mert nagyon forró. Ki is van írva ilyen, hogy ilyen dinasztiából, a császári... Hogy vigyázzat a töltelék forró. Ezt hallgassátok meg, ezt a ropogóságot. Én gyerekem a mikroport. Ah. Nem forró már? Beleharapott! Tudjátok, hogy mi jut az eszembe róla? A burek. Ezt ismered? A burek az egy ilyen horvát, szlovén, szerb kaja, ugyanez, hogy egy ilyen réteges, rétes tésztaszerűség, darált hússal, sajttal is töltik, nagyon hasonlít rá. Annyi, hogy itt persze egy helyi kínai hangulatú fűszerezést kapott. Brutál, brutál jó. Mindezt mennyi volt? 6 yuan? 6. 6 yuan, 300 forintba került ez a kis reggelink. Megettük a kis reggelinket, szóval annyit kell tudni erről a piacról, hogy ez egy nagyon-nagyon helyi piac, és tök közel a szállásunkhoz, és akkor bejöttünk ide azért körülnézni, nézzétek mennyi zöldség meg gyümölcs, ami sajnos Magyarországon nem lehet kapni, mert el is veszítettem a többieket közben, nézzük meg, hogy hol vannak. Láthatod, hogy ez egy nagyon szép helyi piac, kicsit hasonlít is a magyar piacokra, vagy készételes rész, zöldséges. Igen, bár a kaják nem hasonlítanak egyáltalán. Miért nem tetszik a csülök? De az a durva, hogy minden tetszik, és már pont azon agyalok, hogy hogyan lehetne újra kezdeni a reggelizést, mert annyi minden jó kaja van itt. Hát felnabálni jöttünk, szóval persze. Lehet mindenből kóstolni. De ami jellegzetes itt a piacon, hogy amellett, hogy vannak ezek a nagyon klasszikus ilyen saláták, mint például a disznófő saláta, egy kis kocsonya. Aha. Képzeld el, hogy még mindig Kínában frissen készítenek tésztákat is. Szóval meg tudjuk nézni, és azt is ilyen gramra lehet kimérni. Apu, gyere ezt, nézd meg, gyere, ez nagyon menő. Figyelj. Tessék mondani ezt is, ez a hal. És azért találtuk itt a piacnak az eldugott sarkában egészen érdekes dolgokat. Most azt nem tudom. Egyetlen. Az a durva.
Az a durva, gyerekek, hogy ezek még mozognak. Ilyen óriás lárva. Óriás lárva, amit figyeljetek, így nyersen fogyasztanak, figyelj! De hogy nézze, hogy enném már, ne idegesítsetek! Te is beparáztál tőle, nem? Így el tudod vegyülni a tömegre? Hát ha lehajtod, így. Jó, igen, így. Iga? Az a egy? Iga? 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 Tembien. Tembien? Iga? Iga? Tembien. Kínaiul rendeltem a kaját, gyerekek, ez milyen már? Ez milyen, amit beleraknak ilyenkor, az a ropogó hozzá? Igen, igen, igen. Ilyen, 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 ilyen. Igazából ez egy tészta a tésztában, mert hogy elkészül, ja, de azt hiszem, hogy ez a csomagolás, de ez már maga a tészta volt. Szóval készül ugye egy ilyen nagyon vékony kis palacsinta, mekkorákat nyelek. Rá ez a kis a hagyma, saláta, nagyon könnyű az egész, mármint hogy tömegre is, meg ilyen nagyon laza, és akkor belekerül egy ilyen kis ropogós tészta alatt még abba a palacsintába, szóval kívül is ropog, belül is ropog. Egi, hello! Hello, Roki! Kis egészség! Annyit, hogy most reggelire nem kértem csípőset bele nektek, no. Lehet csípősen is kérni. Biztos csak csípősen. Igen. Na, nagyon finom. Azért a gasztronómia mellett ügyelünk egy kicsit a kultúrára is, ezért ellátogattunk a Láma templomhoz itt Pekingbe, ami a világon az egyik legjelentősebb és legnagyobb buddhista monostora. Belül amúgy különböző templomok vannak, különböző buddhákkal. Lehet jó egészségért, szerencséért, hosszú életért puházkodni, és attól függően, hogy mit szeretnénk, füstölővel lehet tisztelegni annak az Istennek. Elhoztam a fiúkat a Daokao kútonba, ami egy hosszú utca, tele eredeti kis régi kínai épületekkel, és nagyon sok kis aranyos étterem is található, és most ebben az utcában fogunk enni. Tűzálló vagyok. Még annyit, hát csodálat! Wow! Tomjam leves. Tomjam. Na Lajos, üdvözöllek Dél-Kelet-Ázsiában. Hát én le vagyok nyűgözve már most, de mesélj nekem erről, légy szíves. Bár bocsáss meg, én nekem annyira tetszik itt minden, hogy én szeretném előtte lefényképezni. Nyugodtan. Egyszer nem szeretném azelőtt megenni, hogy ne legyen megörökítve. Iszonyatosan jól néz ki. Először a szemünk lakjon jól, nem? Gyönyörű minden. Igen.
szépek az ételek, gyönyörűek a tálalóeszközök, és akkor mesélj, hogy mit fogunk enni. Hát természetesen még mindig Kínában vagyunk, de azért Pekingben azért látható, hogy minden nemzetiség találkozik, óriási, ilyen multikulturális környezetben vagyunk, és ugye ezen a helyen főleg vietnám ételekkel tudunk találkozni, és nagyon autentikusan van elkészítve. De gyönyörű. Olyannyira, hogy ugye nem mondtuk a többieknek, hogy azért 30-40 percet vártunk a sorra, mert telt ház van. És kirendeltem néhány nagyon jellegzetest, amit Magyarországon is ismertek. Ugye az egyik a főleves. Főleves, igen, azt látom. Egy tomjam leves. Tomjam, de nem akármilyen. Igen, tele van pakolva friss tengergyümölcseivel. Ez egy dél-kelet-ázsiai saláta, egy kis chili szósszal, ez így szépen jól összekeverjük, különböző textúrák, vannak húsok benne. Ez egy panko morzsában kisült sertéshúsos tavaszi tekercs. Szóval ére, már most szemmel láthatóan olyan különböző roppanóságok, puha, mindenféle játékok vannak benne, és azért egy nagyon jó kis igen, az nekem feltűnt. Nyálcsorgató, grill csirke. Gyönyörű, igen. Gyönyörű. De szóval van egy kis táj, van egy kis vietnámi, és nem utolsó sorban egy kis nyári tekercs is természetesen. Köszönöm. És meg szabad fogni kézzel? Nyugodtan. Szóval van benne egy kis avokádó, rák, salátalevél. Tunk, ugye így? Igen, tunkoljunk egy kicsit. És ugye nyári hőségben ez iszonyatosan jól fog esni. Jó étvágyat! Nagyon-nagyon finom, nagyon finom. Jó hideg, ugye? Az első falat után tulajdonképpen az itteni 38 fok rögtön megenyhült, komolyan igen, mondom. Igen. A jó hírem az, hogy mint ázsiai ételeknél nincsenek szigorú szabályok. De úgy eszünk, ahogy jól esik. Hú, de jó. Most egy mengi sorrendet felállítottam, jó, körülök, hogy még egy másik ismerős leves lesz ez neked. Ez egy főleves. Igen. És természetesen hozzáadunk egy kis táj bazsalikomot, babcsíra. Babcsíra, de gyönyörű. Ezt forrón kell beletenni, mert akkor egy ilyen utolsó, egy kis frissen, roppanósan marad. Pontosan, pontosan. És madárcsili. Madárcsili. Igen, ez azért, ha elrágjuk, utána azért szétég a szánk, szóval kicsit óvatosabban. Az meg esetleg egy madár lime, mert ja, nagyon picike. Egy miniatűr lime. Összefolyt a nyálom egy kicsit közben. De hát a színek is gyönyörűek. Nagyon. Hófehér tészta, friss zöld bazsalikom. Szerencsére mindenből chili, kettőt adtak. Csodás. Oldalast odaadom neked, jó? Köszönöm. Na, Lajos, akkor jó étvágyat magunknak. Jó étvágyat neked is. Ahhoz, amihez én hozzászoktam, a pesti leveshez képest az egy picikét másabb. Igen, mintha lágyabb lenne, igen, a levesnek, igen, a fűszerezése. Remélem szépen eszek. Egyre ügyesebben használod a pálcikát viszont. A lágyabb főleves után egy jó kis fűszeres tomjam. Nézzük még, ez olyan-e, mint Budapesten. Azt azért hadd mondjam el, hogy én a budapestit se ismerem, meg semmelyiket nem ismerem, mert én arról vagyok híres, hogy általában ezek a tengeri herkentyűket nem szeretem, de ez olyan szép, hogy ezt nem lehet kihagyni. Meg kell ez kóstol. Gyönyörű ez a leves. A kis karnélarrák, kis tintahal, kagyló. Kagyló. Igen. Szuper jó. És a leves, az meg... És ebben nem teszünk csilit? Hát ez egy csípős leves önmagában, rendben. Nézzük meg. Ez még ízesebb, ez nagyon-nagyon finom. Savanyú, de a visszacsengése nagyon, azért csíp. Nagyon-nagyon finom, meg illatos. Ha hazamész Magyarországra, akkor házi feladat lesz, hogy összehasonlítsd a budapesti tomjammal. Ezt viszont feltétlenül meg fogom tenni. Hogy fogjuk megenni ezt a gyönyörű madarat? Ez csak egy sima grill csirke, dél-kelet ájhelyi módra. Ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy csak, ez nagyon-nagyon jól néz ki. Igen, szépen fénylik, van egy ilyen máz a tetején, erősen fokhagymás, csilis a szósza. Nem egy randi kaja. Jó, de most nem terveztem ilyeneket.
el is készültem az estére, hiszen itt vagyunk az éjszakai gasztroélet központjában. Egy nem tudom hány kilométeres utca, egymás mellett vannak az éttermek, és kinéztem előzetesen egy bitang jó éttermet, és oda viszem el a fiúkat. Gyertek! Na, most az lesz, hogy megtudjuk, hogy mennyire ér el messzire a keze a Menginek, mert hogy azt mondta, hogy egy olyan helyre fogunk eljönni, ahol lehet, hogy egy picit csokan lesznek. Na most egy picit csok az azt jelenti, hogy akiket itt most láttok körülöttünk, azok mind ebbe az étterembe szeretnének bejutni, és mi is ide szeretnénk bejutni. De Mengi azt mondta, hogy nyugodjunk le, semmi para, ő bement, és elintézi a főnökkel, hogy kapjunk egy asztalt. Úgyhogy majd most megnézzük, hogy... Nagyon bízom benne. Bízom benne. Egyébként brutál az egész környék. Képzeltek el, taxival jöttünk, hát szerintem 2 kilométeren keresztül mind a két oldalán az útnak csak éttermek voltak, mindenhol sorbálnak az emberek, őrület az egész. Ez a hely pedig, ha minden igaz, akkor a langusztinról szól. Majd látjátok egyébként ott egy ilyen kis piros műanyag langusztin is jelzi ezt. Mindenki langusztit jön zabálni, persze mi is. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy rosszat sem. Jön. Na, figyelj. Nincs hely. Megszívtuk. Hát fiú, nincs hely. Húztam egy sorszámot a biztonsági kevért. Itt van a sorszámunk, és itt van, hogy még 199 asztal van. Ja, 199 asztal várakozik, átlagosan 3 órás a várakozás. De akkor mi legyen? Úgyhogy ebben az utcában amúgy 4 éttermük van. Aha. És hát igazából az a jó, hogy bevetettem minden trükkömet, és mondtam, hogy forgatni jöttünk, most jövünk először. Street Kitchen, mondtad, gondolom ismerik. Persze. Majd nagyon sok követőnk van, és mondták, hogy lehet, hogy előre tudunk menni. Ne. Az fél istennő vagy. Jaj, bocsánat, mert a kínaiul úgy van, hogy ez az első emelet. Mi a nulladik emelet elsőnek hívjuk. Szóval ez a második, és ez az a harmadik. Na gyerekek, elmondom, hogy mi történt. Visszajött a Mengi ugye, és pontosan 5 percet kellett várni, úgyhogy nagyon ügyes vagy, gratulálok. Nem tudtam, hogy te itt Pekingben ilyen szinten mindent el tudsz intézni. Azért sok trükköt kellett vele bevetnem. Jó, hát szóval. Teljesen normális, nem is kell elmondanod minden trükködet. A lényeg, hogy bent vagyunk, följöttünk, hatalmas a hely, iszonyú mennyiségű ember, minden asztalnál rákot zabál mindenki, hatalmas vajlingokból eszik az emberek a rákot. Még egy fontos dolog van, apu, azt nevedd magadra, nem azért, mert hogy te gyakran lennél magad. Nem fogok ülni. De és majd mindjárt ilyen... még kesztyűt is kapunk, mert ez ténylegesen kézzel kellett. Kézzel, lábbal evőstezni. Úgyhogy beöltözünk, szotyizgatunk egy kicsit, és utána mutatjuk, hogy hogyan is néznek ki ezek a rákocskák. Wow. Úristen, gyerekek! Ezt most dobtam egy hátas, komolyan mondom. Csak itt ültem, és ezzel csak így megjelent. Bám! Chili, fokhagymák, brutális szak, olajos szakba. De milyen színe van? Hihetetlen. És bemutatja addig... nekünk az úr, hogy hogyan kell. Jó. Sribányzsa. Ja, az ollókat le kell törni először. Aha. Hogyha ezt szeretnéd, akkor az egyik új csápját le kell tépni. Aha. Vannak ikrák az ehetőn, kicsit meg kell robbantani, igen. Ott van a szintiszta húr. Ezzel kell molyolni bőven. Aha, igen. Hát ez meg kell dolgozni ezért. Igen. Mengi, bekerült valami furcsaság az asztalunkra, ezt nem szerintem ez félreértés hát lesz. Ezt akartam is mondani, hogy ez mielőtt belevágnánk ebbe az iszonyatosan jó kis tálba, hoztam nektek még egy kis meglepetést. Ne.
Ez a piacról, amit láttunk reggel? Igen. Óriás pajó. Az? Igen. Nézd, mutatom, apu. Mi ez? Kolbászkák? Aha, kolbászka, tessék, kóstold meg. De tényleg, ez mi a bánat? Ez egy ropogós kolbász. Wow. Fehérjedús. Ezt magadnak rendelted? Hát, végül ti vagytok a vendégek, szóval. Mégiscsak te vagy a rangidős, édesapám. De hogy ezt tegyem meg? Nagyon egészséges. Aha. Kimutathatóan egészségesebb leszek? Igen. Sokkal jobban fogsz kinézni utána, mint előtte. És nem kell, hogy igyak valamit előtte? Kérek neked egy kis kínai pálinkát, jó? Szerintem az jó lenne. Köszönöm. Az a lényeg, hogy a kínai pálinkát nem úgy iszunk, mint a magyar, hogy nem kell fennékig inni egyből. Igen, iszogatni, de ahogy szeretnéd, drág magyarosra. És a másik különbség, hogy nem gyümölcsből van, hanem ez a pálink, ez a langjo, ez rizs, ragacsos rizs, kukorica, cirok és húza. Ez inkább ilyen vodkára hasonlít, hogy szerint nem? Igen, kármilyen. Nagyon erős. Hát mondjuk magyar pálinkához képest ez csak 45 fokos. Apukám, 45 fokos kis kínai pálinkával neked nem lesz problémád szerintem. Akkor Pekingre. Sziasztok, gyerekek. Isten Isten. Csá. Ja, nem szabad lehúzni, majdnem lehúztam. De magyarosan. Magyarosság, hogy én le fogom húzni, mert nekem feladatom van ezután rögtön. Ja. Jó. Jaj. Tényleg? Igen. Na. Amúgy jó volt. Na, apu, most, hogy milyen bátor lettél. Na. Szóval, aki eddig nem figyelt, ezek nem pici kolbászkák ezen a nyárson, hanem a délelőtti piac látogatásnak az ekkora dagadt lárvái vannak megsütve. És kedvességből rendelte nekem a Mengi, és nekem kedvességből meg kellene ennem. Semmit nem ígérek, de megpróbálom. Tessék, majd doppergést, azt vágjunk be alá. Egy szabályos ketté harapást fogtok látni. A másik asszal nem nézzük. Azt, amilyen bátor vagy. Ez nagyon jó. Ne! Komolyan mondom. Persze, én ettem már ilyet. Tudjátok milyen? Mint hogyha egy ropogós bundába egy ilyen krémes sajt lenne megsütve. Na nézzük! Max roquefortos sajt! Ugye, hogy igen? Üdös. Igen. Jó, ugye van. Igen. Ezt a becsület ezt kívánta szerintem, főleg, hogy a piacon megmutattuk, most láttátok, hogy igenis meg lehet enni. Most ezt felejtsük el, rakjuk félre. Na, honnan kezdjük? Na. Én egy ilyen dagit keresek. De van chili azért rendesen. Igen. Gyerekek. Chili, na. Fokhagyma. De először is olló eltávolítás. Igen. Jó. Elszúrtuk szerintem. Utána nem figyeltem, de mi otthon régen úgy csináltuk, hogy ezzel a kis ollóval kikapartuk a másik oldalt. Ezt nem tudom, hogy kell kiszedni. Én? Aztán meg össze kell roppantani ugye a páncélját, és leszedni. Páncél összeroppantás, páncél leszedés. Igen. Mennyi időt vett igénybe egy kucolás? Még nem olyan jó a szintidőnk, de hát van mind gyakorolni. Egyet sikerült kiszednem. Ha. Na, fiúk, egészségetekre! Egi. Egészségetekre! Vajpuha, édeskés, elég csípős, nem brutálisan, de mondjuk egy 10-es skálán azért 6-os, kb. Igen. És rohadt finom. Szerintem korrekt munkát végeztünk, Pekinget felzabáltuk az elejétől a végéig, de nem állunk meg.
ugyanis megyünk át vonattal Shanghaiba, onnan jelentkezünk a következő részben, figyeljétek azt is, ciao, sziasztok! A videót a Shanxi ázsiai termékcsalád támogatta.